A Hughes. A Hughes egy rejtőzködő életmódú vadmacska. Amely hosszú fülpamacsairól, rövid farkáról és pofa szakálláról ismerhető fel. Európa legnagyobb macska féléje, bár amúgy a világ nagymacskái között a kisebbek közé tartozik. De most akkor kicsi vagy nagy? Hát, ugye minden attól függ, mihez képest. A házi cicához képest nagy. Míg a tigrishez képest pici. Körülbelül egy közepes kutya méreteivel rendelkezik. Nézzük is meg pontosan, hányadik helyen is lenne a Hughes a nagymacskák sorában. A legnagyobb közülük pont az említett csíkos tigris, ő van az első helyen. A tigrisnél valamivel kisebb az oroszlán, így az állatok királya csak a második. Az oroszlán után a pöttyös jaguár következik harmadikként, tehát még dobogós. Negyedik a puma, akit gyakran hegyi oroszlánnak is neveznek. Aztán ötödik a leopárd, aki a fákon érzi otthon legjobban magát, illetve vele együtt fekete fajtája, a párduc. Még mindig van egy a Hughesnál nagyobb, hatodikként a villámgyors gepárd, majd ezután jöhet a Hughes, aki tehát így a hetedik legnagyobb nagymacska. Magyarországon is van belőlük, mivel átjárnak a szomszédos hegyekből, de szinte lehetetlen találkozni velük, annyira titkos életet élnek. Az erdő árnyaiként is hívják őket, de emberre sosem támadnak. Remekül másznak fára, és általában onnan lesik ki az áldozatukat. Azért is van egyébként olyan rövid farkuk, hogy ne zavarja őket a nesztelen lopakodásban. A zsákmányt többnyire óvatosan közelítik meg, majd ugrással terítik le. A természet a Hughes-hoz hasonló húsevő ragadozókkal, bár kíméletlennek is tűnhet, jelenlétük biztosítja, hogy a növényevő állatoknak nincs idejük kupárra rágni a vidéket. Tehát érdekes, hogy közvetett módon még a ragadozók óvják a növényvilágot. A Hughes csakis az ember által nem háborgatott, sűrű területeken marad meg, így a házi állatokat nem kell félteni tőle, mivel általában elkerüli a településeket. A téli hideg nem gond számára, bundája ugyanis rendkívül sűrű. Széles tappancsaival a havon, mint hótalpakon lépked. Vagy hát ugrik, az arra felé kedvenc csemegéje a hócipős nyúl után.
Mivel a hiúzok a farkasokkal közös vadászterületen osztoznak, az ősi kutya-macska ellentétből kiindulva érdekes lehet, mi történik vajon, ha találkoznak. Nos, a két faj valóban nagy ívben kerüli egymást, és ha elő is fordul, a hiúz hát utcu fel a fára.